Szinte nyárias időjárásban lesz részünk a következő napokban, ugyanis a legmelegebb órákban akár 27-28 fokig is felhúzhat a hőmérő higanyszála. Csapadékra az előrejelzések szerint jövő hét csütörtökig nem kell számítanunk, az éjszakai minimumok várhatóan 10 és 14 fok között alakulnak a napokban. Ma felszakadozik, csökken a felhőzet az esti órákban, késő estétől fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 fok körül alakul. Vasárnap Vajdaság szerte fátyol felhőzet melletti napos idő várható, tovább melegszik a levegő és egyre több felé emelkedik a nappali hőmérséklet. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. Hétfőn 26 fokos hőmérséklet mellett élénk, néhol erős délies széllel lehet számolni, csapadék továbbra sem érkezik. Kedre 28 fokos maximumok mellett nyárias, meleg, napsütéses időjárást jósolnak vidékünkre a meteorológusok, de tovább erősödik a délies szél. Szerdán fátyol felhős napos idő valószínű, de gomoly felhők is képződnek, illetve érkezhetnek nyugat felől. Számottevő csapadék nem lesz, az északi északnyugati szél megélénkül, hajnalban 8 és 16, délután 19 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön változóan felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, számottevő csapadék nem várható, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödhet az északi északnyugati szél. A hajnali 7 és 15 fokról 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ami a régió időjárását illeti, a vidékünkéhez nagyon hasonló, többnyire változékony napos és felhős időjárás lesz jellemző. Átlagosan 24 és 26 fokos maximum értékek lesznek tapasztalhatók. Podgoricán mindössze 17 fokot, míg Budapesten, Belgrádban, Nizsben 25, Eszéken pedig 26 fokot mutatnak majd holnap a hőmérők.